1-1. Szerelmi megnyilatkozás képzelt kedvesemhez. Köszönöm azon akaratot, bölcsességet, tudatot, mely révén lehetővé tette, hogy önnel találkozhassam. Ah, igen, tudja az a helyzet, hogy így külsőre bizonyosan ridegnek, komolynak, vagyis nem szimpatikusnak látszom. Igen, azonban ez nem így van. Képzelje el, a szüleim 8 gyermeket neveltek föl, én voltam a legnagyobb. Eléggé zajos volt az élet, és közben építkeztünk is. Elnézést, hogy eddig nem mutatkoztam be, Boros Jenő vagyok. Hengerész szakmai végzettségem, kohó és öntőipari technikumi végzettségem, valamint leninizmus, marxizmus középiskolai végzettségeim vannak. Kellemes, reménykeltőn megemlítem, hogy eddig albérletben éltem és tanácsi lakásigénylést nyújtottam be, majd később felújítási pályázatos kérvényt nyújtottam be, aminek következményeként egy szoba összkomfortos lakáshoz jutottam. Nem vagyok nős, nincs szerelmem, és az, hogy el tudom képzelni, az kevés. Törekszem arra a közeljövőben, hogy számomra a szerelem ne képzelt, igenis reális valóság legyen. Igenis jogom van a szerelemhez, jogom, mint bárki másnak, mert erkölcsileg büntetlen, fedhetetlen vagyok, becsületesen dolgozom. Tanulok, élek, jogom van a szerelemhez, mert szocialista embertípus vagyok. Kedvesem, hiszen tudod, hogy mennyire szeretlek, és hidd el, szeretni foglak életem végezetéig, kedves, szeretlek, eszemmel, szívemmel, tudatommal, lelkivilágommal szeretlek, midőn rátekintek vágyakozással, amikor a kezed, arcod, nyakad, szád, kebled csókolom, amikor alszol és ébren vagy, amikor tanulsz, főzöl, mosol, takarítasz, amikor szidol és dicsőítsz. Szeretlek, kedvesem, szeretlek akkor is, amikor tesztil nélkül fürödt zuhanyzod magad, és akkor is, amikor Halloweenben, mackóban, farmer, vagy bársony nadrágban, vagy estélyi ruhában vagy. Szeretlek. A szalon tánctanfolyam privát óráin, ahol a manő verező keringőt ügyetlenkedőn tanuljuk, rójuk. Szeretlek. Kedvesen motorozás közben is, pedig ott kesztyűs kézzel ölelsz át engemet. Szeretlek, kedvesem, villamoson, trollin, buszon, metrón, hajón, repülőn, amikor a kezem nyújtom kezedért. Szeretlek, kedvesem, a Kressz eszmecsere közben is. Szeretlek, kedvesem, a lemezjátszó magnó központi fűtés melegvíz vételi szabály eszmecseréje közben is. Szeretlek, kedvesem, színházban, moziban, strandon, kiránduláson. Szeretlek, kedvesem, ha beteg vagy, ha egészséges vagy, akkor is. Szeretlek, kedvesem, ha ellenőrzöd a 4 éves matek fizika átvételét és sikerül a felvételin. Szeretlek, kedvesem, szeretlek akkor is. Ambíciót, akaraterőt adsz munkahelyen, a tanulásban, a társadalmi megbízatásokban való helytállásra. Szeretlek, kedvesem, amikor logikával, ésszel, értelemmel, sohasem túlzottan, de mindig embertípustól függő érthetőséggel éreztetett szóval és tettel, cselekvéssel, hogy te a férjedé vagy, csalhatatlanul, mert ő is érted, él és dolgozik, tanul, és kettőnk kapcsolatát csak az erkölcsi csalást teheti tönkre, mert mi jók vagyunk, mert mi a boldogabb holnapért becsületesen dolgozunk, tanulunk, eredményeink munkánk értékéből eredően. Szeretlek, kedvesem. Tisztelettel kérem Önt, tegye lehetővé, hogy a kapcsolatunk fejlődése érdekében találkozhassam Önnel. Tisztelettel köszönöm, Boros Jenő.
Én, Boros Jenő, született édesanyám neve Kovács Franciska, állandó lakásom helye Budapest, 8. kerület 1089, Sárkány utca 12B, földszint 3, tanácsi lakás, egy szoba, komfortos lakás, melyben Circo Geyser is van, központi fűtés. Lakást nem régen kaptam meg a tanácstól, kérelemmel fordulok önökhöz, a tekintetben, hogy munkahelyem Csepel, Vas Csőgyár, fizikai állományú üzemtechnikusa, és a tekintetben kérem a tisztelt bizottság segítségét, hogy én érzelmi, családi és továbbtanulási állapotommal kapcsolatos segítséget nyújtsanak az egyetemen, hogy én az egyetemen női nemű társat találjak házasság céljából. Én szeretném, hogyha a végzettségemmel kapcsolatban a tisztelt bizottság megtudná, hogy én marxizmus-leninizmus esti egyetemen, középiskolán vettem részt, végzettségem van, Kohó gépipari technikumban szakmunkás végzettségem van, én egyetemi előkészítőn vettem részt, és egyetemre szeretnék felvételizni. Én egyszerű emberként, fizikai állományú családban nőttem föl, és nagyon szeretnék egy olyan társra lelni, aki az én fizikai munkával kapcsolatos közelségemet kellően értékelni tudja. Szeretettel köszöntelek Önöket az egyetem önképzősejtjének első önálló szociál-történelmi magyar és a világ proletár diktatúráihoz kapcsolódó fő évszámok eredet elemzésének megbeszélésén. Szeretnék foglalkozni a MÁV-val, a vállalatokmal, a beilleszkedéssel, a helytállással, foglalkozni szeretnék a jövővel, hogy beszéljünk a jövőről, a jövő mindenkinek nagyon fontos szerintem, a család, a kollektíva, a társadalom jellemzésével. Tisztelettel, szeretettel közlöm Önökkel, hogy hobbiaim közé tartozik az, hogy szeretem a verseket, szerintem mások is foglalkoznak ilyen hobbikkal, bár műszaki főiskolai felvételi előkészítő tanfolyamra járok, de tervszerű időbeosztással jut idő néha a tánctanfolyam privát óráira is megjelenni. Úgyhogy ezeken az órákon hallgat az ember zenét, művészetekkel foglalkozik. Mindig kedvenc tárgyaim voltak, és a kedvenc tárgyaim közé fog tartozni a humántantárgyak, ismerem a líra, a dráma, az epigramma, az opera, az operett elemzési témakörét. Ezekből szeretnék most egy csokorra valót átjutatni. Azt szeretném kérni, hogy a magot legyen szíves bekapcsolni, hogy egy kis zene elinduljon.
Nincs idő a hagyományokon alapuló intelligencia igényes emberi kapcsolatok maximális értékét ápolni, betartani, gyakorolni, hogy így módon élménydúsak, bá, szebbé, értelmesebbé tegyük egész emberi társadalom életét. A munka, az alkotás, a szocialista forradalmában élek. A létezési mód magasabb színvonalra emelésének, eltántoríthatatlan harcosának érzem magam, mint történelmi hagyományokon alapuló csepeli munkásság törzsgárda tagja. A fejlett szocialista társadalom alkotója vagyok és maradok is. Tisztelettel kérem Önöket, hogy ezt így értelmezzék, mert a személyiségem reális humanizációs értéke az ilyen. Babits Mihály, szerelmes vers. A szemedet, arcod mélységes, sötét tavát, homlokod havasa alatt, homlokod havát, elfeledtető fényes, nyári szemed szédületét szeretem. És éneklem e szédület szeretetét. Mélységes érctó, érctükör, fémtükör, mesebeli, szédülsz, ha bele villansz. Ki tudja, mivel van mélye, teli? Szellemek érctava, drága ércek nemes szellemei, fémlenek villanásaiban, de mi ritka fém szelleme tudhat így fényleni? Mély fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem, csodálatos csillogó csengők csilingelnek. Csöndesen, csöndesen, hallani nem lehet talán, látni sem, az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem. Kívánok! Elnézést kérek az ablásért. Boros Jenő vagyok. Budapest. 8. kerület 1089 sárka, 812 többi földszint 3-as számú ház. Tanácsi lakás lakója. Egy szoba, összkomfortos. Cirkógenézés hűtésünk is van. Biztos, hogy már említettem, hogy a nőpartner találással kapcsolatban szeretném, hogyha egy pár percet szentelne egy szabadidős tevékenység közben. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy van egy 350 köbcentiméteres motorkerékpárom, Danovia márkájú, magyar gyártmányú, előtte volt egy Pannonia gyártmányú motorkerékpárom is, és vezetési technikám biztonságos, mert 10 éve vezetek egyfolytában, előtte még a Pannoniával kezdtem, és azt gondolom, hogyha tudna abban segíteni, hogy én a kapcsolatfelvételemmel szorosabbra fűszessem vele a kapcsolatfelvételt, akkor a hölgyel, amikor találkozunk, mert meg lehetne neki nyugodtan mondani, hogy a vezetési technikám azért biztonságos, mert én mindenféle szabályzatot ismerek a technikai rendszerekkel kapcsolatban, ami a motorkerékpárt illeti. Én szoktam alkalmazni akkumulátortöltést, csavarrendszereket is mindig rendben tartom be, olajozom a fékpofa technikám is teljesen tökéletes. Én vezetési sebességgel kapcsolatos előírásokat is beszoktam tartani, én csak bukósisakban vezetek általában. És azt szeretném mondani, hogy most tervezem azt, hogy Tihanyban, Dunakanyarban
Balatonra nyáron lemenni, szabadidős tevékenysége szintén, mert ott is lehet úszni, nagyon szeretek úszni. És azt terveztem, hogy ha ő eljön velem, akkor neki nem szabad félnie, bár a motorkerékpározásról azt tartják, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, de a motorkerékpározás az semmivel sem veszélyesebb, mint a kerékpározás, mert ha az ember biztonságosan betartja a kezelési utasításokat, akkor egyáltalán semmiféle gond nem lehet. Én azt gondolom, hogy ha ő mögöttem ül és átkarolja a bőrkesztyűvel a hasam alatti részt, és én vezetek sebesen, és 30 fokos melegben sivít a szél, és mikor jönünk a Dunakanyarban, és csak a bukós is akaró hullik ki a hajom, akkor ő abszolút megbízhat bennem. Mint az előbb elmondtam, nem csak a vezetési technikám biztonságos, hanem az otthoni technikai készülékekkel kapcsolatos munkálatokkal, ezeknek a kezelési utasításaival kapcsolatban is több éves gyakorlatot szereztem. 2 éve van propán-bután gázkészülékem, palackos gázkészülék, ami biztonsági szeleppel van ellátva, és egy cirkogerzélyes központi fűtésem is van ezeknek. Kezelésében teljesen biztonságos úton tudok haladni egyedül is. És én nagyon fontos az, hogyha ő eljönne esetleg hozzánk és ott lenne, akkor ezeknek a készülékeknek a kezelésében teljesen biztonsággal tudjon ő is működni és ne féljen. Nagyon fontos az, hogy amikor ő először oda kerül hozzám, akkor én ezeknek az útvonalát bemutatom és a kezelések rendszerét megmutatom neki. Azért, mert ezek a kezelések ugyanolyan fontosak, mint itt az üzemben, mert itt is 5 milliárd forintos eszköztárral rendelkezem. És azok az eszközök, amik otthon vannak, azok ugyanolyan bonyolult eszközök, de ezek sem, semmivel sem bonyolultabbak, mint az élet más területén. És én azért gondolom azt, hogyha ő eljönne, hiszen tanult ember, akkor én meg tudnám neki mutatni, hogy ezeket hogyan kezelje. Nyissa ki, legyen szíves az a kolyán, hogy rávukozom. Figyelj meg a virágot, legyen szíves. És most bal kézben fogja a virágot, legyen szíves. Igen. És jobban egy picit így tegye ide fel. Úgy, jó, és ide a pocakja elé fogjuk tenni, nem annyira le, így ide, jó, szép karcs legyen, jó, tessék oda tenni a kezét, kicsit forduljon, ennyi, jó, tegye egy lassan a kezét, forduljon, figyeljen, kicsit a fényre, és majd fejjel nézzen felé. Jó, bizakodóan szépen ide, jó. Politikai gesztust szeretnék gyakorolni és adni azon célból is a nőpartner találásnak, hogy a bepárzási folyamat a főnöki tanári, tanári főnöki tekintetek előtt történne, mint egy ebben megadva azt a tiszteletet és azt a rendtartásrendszer szeretetet, amellyel ez a folyamat olyan erőre emelkedne, hogy maga a bepárzás hitelt érdemlően a KIS bizottság
anyagi, társadalmi és bizalmi segítségét élvezni. Én azonos jogokkal szeretnék együtt élni nőpartneremmel. Nőpartnerem fizikai állományát úgy szeretném meghatározni, hogy 160-170 cm magasságban érhetné elő azt a pontot, aminél nem lehet magasabb, mert én 169 cm magas vagyok, 1 cm plusz-minusz elfogadható. Tojásdad alakú, arcú hölgyet szeretnék, mert nekem nem tojásdad az arcberendezésem, én gömbölyded konfigurációval rendelkezem. És semmiképpen nem lehet gazdag, szegény, szerény, családi háttérrel kell, hogy rendelkezzen, nem lehet hétvégi weekend háza a családnak, és nem lehet a család gazdag, mert nem tudja értékelni az én munkával elért eredményeimet, és nem tudja értékelni azokat a javakat, amiket mi az együttélés folyamán együtt fizikai munkával és a tanulással ki tudunk alakítani. Miért kunyarálom önöktől a szűznő? Én eddigi életem során voltam nővel. Ugyanakkor a fizikai állományom megsegítése miatt, hiszen el voltam foglalva a felújítással, ezek a kapcsolatteremtési programok mindig félbeszakadtak. Én szűznővel még nem voltam, de nagyon jól tudom, hogy ennek a közeledésnek milyen fokozatai és módozatai vannak, e tekintetben felkészültnek és megoldásra képesnek érzem magamat. Én azt gondolom, hogy a szűznő nem lehet autostopposokkal szágódó, a világ mindenségre váró szűznő, hanem munkás családból, szegény családból származó egyetemista nőnek kell lennie. Ha a szűznő még nem szexezett, akkor az első szexnél nekem példamutatónak, odaadónak odafigyelőnek kell lennem. Az első szexnél én csak félig nyomom be, mert hogy a szűzhártya ne sérüljön, és hogy mások se sérüljenek.